srácok is, üdv újra itt a csatornán. Ebben a videóban most megint itt vagyok anyáiknál, mint ahogy látjátok, de nem erről fog szólni a videó, hanem erről. Elhoztam magammal ezt a dobozt, tudjátok, amit múltkor hajnali 3-kor szedtünk össze a legközelebbi játszótéren, amit egy idegen írt meg nekem. Na, abban maradtunk, hogy megírjátok, hogy szeretnétek ebből még egy részt, hogy kibontsuk, hogy mi van ebben, és szinte mindenki azt mondta, hogy szeretne, úgyhogy most ezt fogjuk kibontani. Nem mondom, hogy itt az utazás nem sínlette meg ez a doboz. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mi van benne. Valami tutira van benne, mert valami ott csörög. Ja, bontsuk ki. Let's go! Amúgy srácok, bocsi a fényekért, de jaj. De ugye anyáinknál vagyok, most nem akartam már addig várni, amíg megint hazamegyek, és otthon megcsinálni a videót, úgyhogy most, hát, ilyenek a fények. Na, azt hiszem, hogy sikerült végre kibontanom a dobozt, és akkor nézzünk bele. Na. What the fuck? He? Van benne valami. Ez mi? Ennyi? Egy cetli, vagy hát egy papír. Na, készen álltok, hogy kinyissuk? Én azt hiszem nem. 3, 2, 1, let's go! Ti látjátok meg először. Megfordítom és felolvasom. Tehát, fejtsd meg a rejtvényt, majd olvasd össze a kezdőbetűt. Még megmondja, hogy mit csináljak. Már megint túráztat, komolyan mondom. Szóval, fejtsd meg a rejtvényt, majd olvasd össze a kezdőbetűket. De nagyon jó. Össze kell olvasnunk akkor a válaszoknak, gondolom, a kezdőbetűjét. Oké, akkor játszunk egy kicsit. Let's go, de kéne valami ceruza, hogy oda tudjam érni is a választ, hogy utána ezt tudjam majd olvasni. Egy szem ceruza jó lesz szerintem most. Na, kezdjük. Az első. Amit a legjobban szeretsz magadon? Mármint én. Az első kérdésem az, hogy ez az ember ezt honnan tud bármit is rólam? Amit a legjobban szeretek magamon, hát én a legjobban magamon a hajamat szeretem, szeretem, hogy ilyen hosszú, meg egészséges. Úgyhogy akkor írom, hogy haj. Jó. 2. Amelyik nyelven a legjobban tudsz? Magyaron kívül. Hát ez a német. Egyértelmű. Erre még azt mondom, hogy egyébként bárki tudhatja, mert azért TikTokon elég sokat meséltem arról, hogy értem Németországban, meg én beszélek németül, meg ilyenek, szóval ez nem annyira creepy, de az első, hogy mit szeretek annyira magamon, hát azért azt nem sokszor szoktam hangoztatni. 3. Amilyen nemzetiségű zenéket nagyon-nagyon szeretsz. Jó, egyébként ez megint egy olyan dolog, hogy szerintem aki látott tőlem már TikTokon egy videót, az tudja alvább, mert régen szerelmes voltam DJ Kimióba. De azóta ugye már Kylian Mbappé a férjem. Jó, szóval Albán, ez tuti. Legalábbis nem tudom, hogy ezek a helyes válaszok nyilván, de én ezeket válaszolnám rá. 4. A kedvenc sminkterméked nem márka. Hát 2 van igazából, a pirosító és a szájfény. Ezek nélkül nem olyan tudnék élni, úgyhogy felírom mind a kettőt, felírom azt is, hogy pirosító, meg azt is, hogy szájfény, és aztán meglátjuk, hogy mi a helyes. Nézzétek meg, a ceruzával töltöm ki. Jó, én el tudom olvasni, és ez a lényeg. Na nézzük, 5. Mint a legyen ön is milliómosban. Jöjjön az 5. kérdés 1 millió forintért. Ahány körben az egyik videódban maradt? Azt hiszem, hogy a félelmetes telefonszámokat hívok fel videóm 3. részében mondtam azt, ha jól emlékszem, hogy ez itt a 3. rész, pont ahány körben maradt. Szóval akkor gondolom, hogy 3. Mert másból nem csináltam még eddig sorozatot, tehát csak abból, és emlékszem, hogy valami hasonlót mondtad, tehát az muszáj, hogy az a videó legyen. És abból pedig a 3. részénél volt, mert nem olyan régen volt. Jó. Ahány körben az egyik videóban maradt? 3. Ez talán eddig ebben az egyben vagyok a biztos. Azt a 6-os.
ahonnan leestél buli közben, és kiment a vállad. Bitte was? Azért ez kicsit durva, hogy ezt így tudja. Erről szerintem... Vagy volt erről TikTok videóm? Nem vagyok benne biztos, de lehet, hogy volt. Anó, mikor még gimis voltam, elmentünk az akkori legjobb barátnőmmel bulizni, és a parkban, tudjátok, az nyitott. Esett az eső, én meg Converse cipőben voltam, és felálltam a hangfalra, és onnan próbáltam meg örjöngeni és bulizni. Majd aztán úgy gondoltam, hogy leugrok onnan, csak hogy hanyatt testem, úgyhogy kb. Ja, úgy egy-két hónappal ezelőtt javult meg úgy rendesen a vállam, egészen addig mindig fájdogált, szóval egy ilyen szimpla 8 évig. Úgyhogy ja, ahonnan leestél a buli közben és kiment a vállad, az bizony egy hangfal volt. Egy elég nagy hangfal. Na, a hetes következik. Ahova idén utazol? Idén egyelőre Bari és Sharm el-Sheikh van tervben. Bari az már biztos, Sharm el-Sheikh meg 99%. Beírom mind a kettőt, meglátjuk, hogy melyik az. Vagy országot kérdezett volna? Mindegy, most hagyjuk ezt, hogy Bari meg Sharm el-Sheikh, és akkor majd, ha nagyon nem illik ide, akkor odaírjuk, hogy Olaszország meg Egyiptom. 8-as. Ezt csinálja Nico elég hangosan, ha elmész valahova. Nyíg. Bömböl. Ordít. De gondolom, hogy itt az ugatásra gondol, vagy mire gondol nyíg? Ezt a szót senki nem használja, csak én, hogy nyíg. Jó, beírom azt, hogy ugat. Na most a 8-as után jön a 10-es. Ott látjátok, 8-as, majd utána a 10-es. Pont olyan okos lehet ez a fazon, mint én. Beceneved első betűje. A becenevem Sandy, vagy Sandra Bandi. Szóval S. Vagy S. Végülis S inkább, mert az S is egy betű, és ez az... Mit? Vagy S? Odaírjuk az S-t, meg az S-t is, mert nem tudom, hogy pontosan itt most akkor mire gondol. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a megfejtés. 11-es. A nagy szerelmed vezetéknevének kezdőbetűje. Kylian Mbappé? Kylian Mbappé. Akkor egy M. Vagy? Igen. M. Egy M. Kylian Mbappé. Szóval M. Nyilván ő a nagy szerelmem. Ezt is mindenki tudhatja kb. Rólam, mert nem egy ilyen videón van. 12-es, utolsó előtti. Ország, ahova költözni akarsz. Ez tök egyértelműen egy E betű, csak hogy erről kb. Talán anyának meg a legjobb barátnőmnek meséltem, senki másnak. Soha nem mondtam még videóban vagy ilyenek. Ez egy E betű. Ország, ahova nem jutottál el tavaly. Hát kb. Az egész földkerekség. De a legjobb barátnőmmel szerettünk volna menni Görögországba, Mikonoszra, és egyébként meg is volt a repülőjegyünk, de a házvásárlás miatt ez nem jött össze. Egyébként ezt is meséltem egy videóban, szóval végül is ez is lehet köztudott. Szóval ez Görögország. Nagyon vicces ez a papír, nézzetek meg. De én nem tudom olvasni. Na ez a lényeg. És akkor most az van, hogy fejtsd meg a rejtvényt, majd olvasd össze a kezdőbetűket. Tehát akkor most ezeknek a kezdőbetűknek ki kellene adnia, gondolom, valamit. Szóval az első válaszunknál volt egy H betű. A második válasznál egy N betű. A harmadiknál ugye az alvánt, ez egy A betű. Majd utána hát pirosító vagy szájfény, tehát most akkor ideírom a P-t is, meg az S-t is egymás alá, és akkor majd kiderül. Aztán egy hármas. Aztán a hangfal miatt egy H. Aztán ugye jött a Bari vagy a Sharm el-Sheikh, de ott sem tudtuk eldönteni, hogy melyik, szóval akkor ott is úgy sem, hogy egy B-t meg egy S-t is odaírok, és akkor majd kiderül. Aztán egy U betű. Egy S vagy egy S. Most ideírom az S-t, aztán majd, ha nem, akkor csak áthúzzuk az Z-t. Aztán egy M, ugye a Kylian Mbappé miatt. Aztán egy E betű. És a végén pedig egy G. Ez ki nekünk itt, amit kiadott a kezdőbetűkből, és kéne összeolvasnunk. Hönap, vagy hönasz, 3H,
busz meg, akkor ott a B vagy S, ott mi volt? Bari vagy a sármenseik, jó, szerintem akkor Bari, mert az ott lehet busz meg, de mi lehet a hönasz 3H busz meg? Hönap 3H busz meg. Hönasz 3H busz meg. Hönap 3H. A hönap az azt jelenteni, hogy holnap? Mert akkor ezt el tudom képzelni, hogy holnap 3H, a 3H az ugye 3 órát jelent, és busz meg. Most akkor megfejtettük a rejtvényt, tehát akkor holnap 3H busz meg. Akkor ez azt akarja jelenteni, hogy holnap 3 órakor menjek ki a busz megállóba? Megint egy ilyen csodálatos dobozért, hogy ne tudjunk meg semmit, tehát most konkrétan játszadoznak velünk, mert ennyi volt ebben, majd most megint menjünk el a busz megállóba, megint kapunk egy dobozt, megint lesz benne egy rejtvény, aztán megint kapunk egy dobozt, megint lesz benne egy rejtvény, sosem fogjuk megtudni, hogy ki jön. Ja, úgyhogy nem tudom, hogy megérje megint elmenni, és gondolom, hogy hajnal 3-ra gondol, nem délután 3-ra, vagy hát ő is ki tudja. Hát írjatok meg a kommentbe, hogy ti elmennétek el a helyembe, vagy én menjek el, és videózzam le nektek. Ja, akkor majd találkozunk a következő videómban. Sziasztok!